Sziasztok! Itt vagyunk megint a CVH-nál, Óbudán, most már ez az Óbudai garázs, de hát most már másodszor vagyunk adásban innen. És azért jöttem ide, mert Csaba szólt, hogy nem bírják abba adni a munkát az autón, és most megint haladtak. Egyszerűen, figyelj, itt elindult a gőzhenger, most bekerült ide az autó, és amíg ez itt van, addig molyolnak rajta, elviselhetetlen a dolog. Ugye ezt nekem kell állni pénzzel, de nem baj, örömmel adom, amíg van Csaba, ez kifelé szóltam a kamerából. Szóval, nem csak újra indult a munka, hanem mondom, nagyon halad az egész. A túloldala az autónak elkészült, lényegében az egész vászszerkezet kész van, persze finomítások még, és ezek a finomítások nem kis munkák, hogy itt ezt a randa hegesztést eltüntessük, az elejének az aszimmetriáját, stb. Ezek még hátra vannak, de az autó most már egy épp egész merev kuckó, ami nem törik össze, nem esik szét, nem nyekereg, nem izé, be vannak állítva a hézagok, jól futnak az oldalai. Lettek problémák, és ezekről a problémákról azért fogok szólni az adásban. Kicsit több a gond ezzel az autóval, mint eredetileg számítottam rá Magstadban, de szóval hülye az, aki arra gondolt, hogy nem lesznek vele plusz problémák. Viszont előjöttek technikai problémák, és bár ez egy üres hely, azért van benne egy-két működő alkatrész, ilyen zsanérok, zárak, stb., amiket nem lehetett vagy nem kellett leszedni, és például rögtön az ajtó zsanérok, ugye azokról tudtuk, hogy szarok, mert lógtak, de kiderült, hogy a határolóik sincsenek meg, vagyis megvannak, de nem a belevaló határoló, át van alakítva, stb., tehát vennem kellett új határolókat is, de megjöttek közben Angliából. Ami a legnagyobb szó, az az, és erről nem készült videó, mert az egész a virtuális térben történt, hogy akit mondtam a múltkor, a profi ember, aki Németországban 31 évig csinálta azt hiszem az volt a neve, hogy Ital Auto, ők körülbelül 3 vagy 5 ezer Alfa Romeo-t szereltek, bontottak, stb., és ő volt ennek az egésznek a főnöke, tulajdonosa, végtelenül könnyékig van az Alfa Romeo tudásban, de 11 éve ott hagyta az egészet, és hazaköltözött. És ő mondta, hogy küld nekem váltó alkatrészeket, mert ezek amúgy is beszerezhetetlenek, de neki van szerinte, csak hat túrja össze. És utána megszakadt a kapcsolat. Kiderült, hogy kiment Németországba, a német telefonját nem tudtam, az itteni mailjét nem nézte, hát már egy idősebb emberről van szó, tehát ő nem bújja állandóan a messengert, mint például Salós Kovács Peti, aki a kamera mögött van, és ezzel be is mutattam a kameramannomat, de előkerült egy hónap múlva, elnézést kért, mondta, hogy nem tudta, hogy ennyire sürgős, és 3 nap múlva egy hosszú telefonon egyeztettük, hogy milyen alkatrész kell a váltóhoz, egy hét múlva az összes megjött, de olyan kincsek, hogy azt nem tudjátok elképzelni, beszerezhetetlen fogaskerekek, újszerűek, minden bontott, de annyira újszerű, hogy effektíve, mint hogyha a polcról vetted volna le őket. Az összes csúszópersely, spéci csapágy, minden megjött. Tehát, amit én csináltam, az, hogy a váltóházat elvittem nedves szemcse szórni, közben az is elkészült, az is gyönyörű lett, beszarás szép lett, és most van effektíve egy új váltóm Lego állapotban. Csak össze kell pakolni, és meg lesz a váltó is az autóhoz. Diffi is meg lesz, futómű is meg lesz, most már a karosszéria is nagyon szépen alakul. De most akkor menjünk bele, hogy hogyan is készült ez a karosszéria az utóbbi hetekben. Most július van, lényegében a június elejétől július közepéig tartó időszakot fogjuk felkarolni egy kis videóval. Itt vagyunk megint a CVH-nál, és átugrottam, mert Csaba áthívott, hogy megint haladtak az Alfával. Olyan gyors a haladás most, hogy nem tudom lekövetni. Tehát mire az előző adás kiment arról, hogy már kész van nagyjából a középső küszöb, addigra már igazából most, tehát most vasárnap megy ki, sőt nem is, egy hét múlva vasárnap megy ki az adás, de mostanra már kész van a külső küszöb is. Nézzétek meg! Itt van mellettem Balázs, Oncsik Balázs, ő hegeszti alapvetően az autót, tehát ő az ember, sziasztok. Ő rá nézzetek, a profi. Így, sziasztok. Most, ilyen bén a mikrofonom, vagy én beszélek bele, vagy te. Ja. Szóval ő az a csávó, aki mindent hajlít ezen az autón, mindent kialakít, az összes alkatrészt elkészíti, amit egyszerűen nem tudnak leszállítani a klasszik alfáék, vagy nem érdemes. Mondjuk úgy, hogy ő szopik a legtöbbet ezzel a kocsival. És
brutális tempóban. Tehát amióta kész van a homokfújó, ami ott ordít, Zsolti most ott dolgozik benne, amióta kész a homokfújó, és egy kicsit meg tudták fújni ezt az autót, azóta lényegében 7 mérföldes csizmával halad előre a készülése. Na de nézzük végig, hogy mik voltak, mert ugye ezeket csak képen tudom elmutogatni legközelebb. Itt volt valami, ugye? Itt a sárvidő lett ugye cserélve az alja, hogyha jobban megnézitek, videó nem biztos, hogy látszik, ugye itt lett elhegesztve, kiegyengetve a hegesztés. Most itt az volt a probléma, hogyha föltettem ezt a javító elemet, akkor itt mondjuk az ívnél vonalba állítottam, itt fél centivel rövidebb volt a sárvédő. Ennek van egy visszahajtott pereme egyébként, úgyhogy ezt én szépen kikalapáltam, akkor rárajzoltam a hézagot megfelelően, és annak jegyében szépen visszahajtottam ismét a sárvédőnek az élét. Azt tudod, hogy ez egy eredeti olasz elem volt, ezt úgy adta el nekem az Alessandro, hogy vegyem meg, mert ez nem olyan rossz, mint az utángyártott elemek, és ezt kell beépíteni. Rá is volt írva, hogy azt hiszem, hogy várjál bal a Sinistra, hogy SR. Az azért volt, mert még olaszul volt ráírva a gyári felirat, hogy ez egy eredeti elem, hát ennyire passzol az eredeti elem. De hogy itt elkészült közben, ám belül ez a sarok is, ugye? Itt is meg volt rohadva. A küszöb eleje, padló, ez a taposólemez is, ugye az alsó taposó az emelési ponttal, középső küszöb, belső küszöbnek az eleje egy olyan 30 centin volt cserés. Igen, ezt meg tudjuk mutatni belülről is, mert hogyha átmászunk, most ki van támasztva az ajtó, mert ez még magától nem támadám ki, így csak ott van egy ilyen fakocka betéve, de hogy erről a sarokról beszélünk bent az autóban, és itt effektíve szinte minden új, ugye Balázs? Igen, ott minden. Ott konkrétan abban a sarokban minden, ott nem maradt egy régi lemez se. Tehát ez muszáj volt megcsinálni. Hál' Istennek a pedál állványt tartó merevítés az megmaradhatott, mert az egy külön elem, és nem is olyan olcsó. És itt már ennél följebb, nincs több rózsda az autóban, úgy látjuk. És nézzétek meg, hogy fölkerült már rá a külső küszöb is, méghozzá azokkal a furatokkal, amikkel majd üregvédeni lehet az autót. És ugye ez a sarok is volt itt matatva. Igen, itt a, hát ez tulajdonképpen a B-oszlopnak az alja. Ugye az alját azt cserélni kellett, mögötte is javítani kellett a lemezt, és itt, ahogy a sárvédő vissza van peremezve, itt a sárvédő tartó részt is egy ilyen ekkora darabon körülbelül cserélni kellett. Ugye, ahogy vissza van rá hajtva a perem, ott alatta berosdásodott és elpusztult, meg ugye aztán úgyis kénytelen voltam lebontani, mert rálóg kicsit a külső küszöbre, és különben nem tud lebontani, kicserélni a külső küszöböt. Igen, és itt van az, hogy van belül egy merevítés is, ahogy így az A-oszlopnál is, ott belül is van egy merevítés, amit mindegyiknél el szoktak hanyagolni, tehát azt szokták csinálni, hogy ráborítják lélektelenül a külső elemeket, nem látszik felkiáltással, nincs is baj, pedig ott belül vannak szétrohadva ezek az autók, ezért amikor nagyon szép ilyen autót látok, akkor is nagyon sokszor a lelke szét van rohadva az autónak. De ebben most itt minden lemez új, sőt, azt hiszem innen is dolgoztatok valamit, várjál, cseréljünk helyet, hogy ez a sarok, ez a hátsó, bal hátsó sárvédő első sarka, ahol a küszöb véget ér, itt is volt némi matatás. Igen, itt a doblemeznek a zajját kellett cserélni, körülbelül így ezt a részt. A többi az menthető volt följebb, ugye itt is itt lett a sárvédő alja elvágva és cserélve ez az elem. Itt egyébként az a probléma, itt az alsó részénél, hogy a külső küszöb tulajdonképpen alányúlik és teljesen szinte egymásra van a két lemez rakva. Ugye ott nagyon könnyen megáll benne akár a kolsz, a pára és két lemez között rögtön szét fog rozsdásodni. Na most ez a javító elem se volt tökéletes, azt hozzátenném, a hátsó se. Itt például ez a vonal, ez a törésvonal, ez nem volt egyenes, hanem volt benne egy ilyen hullám. Úgyhogy ezt vissza kellett egyenesre hozni, mert fölraktam, és eléggé rosszul nézett ki. Hát ez az, amikor a gyári elem, örülsz neki, hogy jaj, megvettem, csak föl kell tenni, pár pötty, és meg is van, és aztán a vége az, hogy egy csomót alakítani kell minden, mert vagy méretben nem jó, vagy formára nem jó, de valahogy azért csak alakul. Na, szóval most az van, hogy ugye nyitva van az autó ajtaja, be tudunk nézni, mert kiderültek újabb dolgok. Ugye itt is elkészítettél egy új elemet, Balázs, ez az üléstartó lemez, ami nekem
szakadt volt. Tehát én már amikor szétszedtem az autót, akkor láttam, hogy itt szét van szakadva, és akkor ti találtatok, hát nem nagyon kacifántos dolgokat, de azért ezt újra kellett gyártani. Igen, gyakorlatilag, ahogy ez itt van alatta egy ilyen kereszttartó, ugye ezt majd még ki kell tisztítani, homokszórni, hogyha előjön esetleg homokszórásnál olyan hiba, akkor javítani. Itt, ahogy rá van lakva ez a padló rész, itt gyakorlatilag az összes ponthegesztés föl volt szakadva, föl volt válva, és ahogy lefurkáltam, levettem, ez az ülés tartó konzol is, ahogy rá van a padlóra ponthegesztve, az is itt végig föl volt szakadva mindenhol. A másik hibája, hogyha megnézitek a túloldalit, a párját, hogy az össze van horpadva. Így, ahogy ráteszed az ülést, oda csavarozod, ugye behúzza a lemezt, mert hogy gyárilag itt a ülés tartó lemez, amiben a rögzítő anya van, és a padló között van egy olyan 4-5 mm-es rés. Hmm. És ahogy meghúzod ugye a csavart, az szépen benyomja, besülyezti a padlót. Na most itt az új elemnél már raktam közé egy lapos vasat, tehát hogyha ez be lesz a helyére hegesztve, és berakod az ülést, akkor nem fogod tudni meghorpasztani vele a padlót. Természetesen ennek a párját is, ugye a túloldalit is meg kell majd csinálni. Úgyis az a terv egyébként, hogy itt is vágunk egy ablakot, ide is kap egy új elemet, és akkor ezt a kereszttartót két irányból ki tudjuk homokszórni, utána meg kikezelni. Uh-huh. És hát igen, itt látom, hogy ugye arról volt szó, hogy nem lesz itt belül szétszedve az autó, mert tök jó állapotban van. Aztán leszettétek róla az alvázvédőt, a vastag alvázvédőt, és mit látunk? Nézd meg! Lényegében a Holt kráterét. Lemez az van, nem tudni, hogy milyen vastag, az biztos, hogy ez kapott korróziót, kapott ütést, és hegesztették már, ugye? Igen, az világosan látszik, hogy több helyen próbáltak beletaknyolni, hegeszteni, például itt is. Hát gondolom, fölpucolták és elkezdett kilukatgatni. Itt is végig látszik a hegesztés, ott próbálták befoltozni, majd utána szépen belülről legitelték, lefújták színre, alulról meg vastagon kapott rücsit, alvázvédőt. Tehát gyakorlatilag gondolom, hogyha az alját is lepucolnám ugyanígy, akkor ezek a helyek azért kilukadnának, itt azért látszik, hogy ki is van. Ott, ugye itt a széle is már a lyuknak lepusztult. Hát ez az, amikor fölhívott a Csaba, és azt mondta, hogy két padlólemez rendel hátra. És akkor az ember ilyenkor fölmegy a Classic Alfa oldalára, ahol szerencsére ezt most épp lehet kapni. Ez ugye a régi fajta Bertone-nak a padlólemeze, mert az újabbik fajta kicsit máshogy néz ki, de szerencsére árulnak régi fajtát is, ezért az ember benyúl a sebébe, és vesz két méreg drága lemez alkatrészt, és közben megfullad. Különben akkor szólt, hogy még kell más dolgot is vennem, mert ugyan én szereztem zsanérokat ehhez az autóhoz, minden zsanérja lógott, emlékeztek, amikor Magstadban megvettem, le akartak róla esni az ajtók, de a vége az lett, hogy ide fölkerült ugyanaz új zsanér, ami szintén egy picit lóg, de azt még meg fogja oldani az Esztergás bácsi, mert hál' Istennek nem az anyaga ment szét nagyon, viszont minden túlnyitás, gátlás, most kiesett a fakocka, de nem baj, úgyis be akarom csukni az ajtót, minden túlnyitás, gátlás hiányzik belőle, itt kéne egy alumínium konzolnak lenni belül, amiben ez a pánt belecsúszik, van egy görgő, meg egyebek, és az mind hiányzik. Tehát még két ilyen túlnyitás gátló cuccot is vennem kellett. Most akkor bevásároltam, de nem baj, mert boldog vagyok, mert az autó baromiról halad. Becsukod nekem egy picit, Balázs? Mert nézzétek meg, hogy jó, az ajtó még nincs beállítva, meg semmi, csak úgy nagyjából, de hogy itt már van egy teljesen épp kívül belül legmélyén, merevítésileg és mindenhogyan teljesen épp küszöbünk, teljesen épp doblemezekkel a végén, és lényegében az autó baloldali teljes merevítő rendszere kész van, mint ahogy az autónak a múltkor már, ugye már februárra elkészült a jobb oldali teljes merevítő rendszere, tehát ez most már egy jó térváz, erre most már lehet építkezni, és akkor most jönnek majd a finomságok. Ugye az orrán ez a randa hegesztés, ugye az, hogy itt nem tökéletesen párhuzamos minden, ugye az, hogy itt is van egy randa hegesztés rajta a bal oldalon, ott be is hullámosodik, itt nagyon vastag volt a git rajta, hát azért, mert a hegesztésnél behúzta a lemezt, és nem követi a géptető ívét. A géptetőn is vannak kisebb javítások, az ajtó az gyűrött, valamelyik oldalon az ajtópanelt is cserélni fogjuk, ugye?
Ezen az oldalon lesz a teljes ajtópanel csere. Gyakorlatilag azért is nincs rendesen beállítva a hézag, meg a sárvédőnél is. Megnéztem profilvonalzóval, ennek az ajtónak ez az íve, ez kicsit más, mint a másik oldali. Hogyha ráteszem a profilvonalzót ide a sárvédőre, akkor majdnem jó. Tehát ez majd akkor lesz véglegesen beállítva, amikor lesz cserélve az ajtón a külső borítás, és akkor mindenhez szépen be lesz állítgatva. Tehát ez az ajtópanel, ez kuka lesz. Itt különben az ablakkeretek megúszták, a túloldalon még lesz az ablakkeret résszel, csak itt megyek ide-oda az emelő rudak között, vagy oszlopok között. Itt ezt a részét még ki kell cserélni, ez az elem már megvan, hál' Istennek. Itt vannak a drága jó kollégáimnak a feliratai, és hát igazából haladunk, mert egyre kevesebb korrózió van az autóban, még az első két bálnapéniszt meg kell csinálni rajta, a felütközésgátlókat, de azt hiszem egyre jobban állunk, köszönhetően szerintem 95%-ban neked, nem? Hát azért a többiek is néha ellentartanak, meg nem tudom mi. Meg milyenek, úgyhogy nem csak az enyém az érdem, úgy mindenkié. Ja. Én csak próbálkozok. És itt készülnek a dolgok, nézzétek ezeken ilyen, van itt ilyen bazi nagy satú, meg van oszlopos húró, jó régi, meg van vaslemez, meg hát mindenféle, ez Balázs Birodalma különben az új helyen, és hát nagyon, nagyon jól néz ki, az egész műhely nagyon jól néz ki. Most sokkal jobb, nem? Igen, alakulunk, lassan minden a helyére kerül, úgyhogy most már azért könnyebb dolgozni. Ja. És most már van új kolléga is. Egy új kolléga jött, már találkoztam vele, bár a nevét nem jegyeztem meg. Péter, úgy emlékszem. Péter. Annyira új a srác, hogy még csak ma jött először dolgozni, de mindenki nagyon örül neki, mert ez egy olyan műhely, aminek működnie kell, mert ez egy szép műhely, jó helyen van, jó munkák készülnek, csak nem volt benne elég ember, aki dolgozzon, és Balázs meg Zsolti itt megszakadtak. Tehát igen, Csabi néha beszállt, pedig neki a logisztikát kéne vinnie. Na, hát köszönöm szépen, akkor lépünk tovább a következő fázisra, de mutatom egy kicsit az autót, mert most már lehet benne lassan gyönyörködni, hogy milyen szépen alakulnak rajta az ívek és az egyenesek. Az autónak kivágta ezt a padlóját, a másikat is ki kell majd, mert ugyan nincs kilukadva, de annyira kráteres és vékony a lemez, hogy azért egy ilyen szépen megcsinált járműnél illik mégis egy új padlót tenni bele. És ez egy nagyon egyszerű dolog, mert ilyen padlót lehet kapni a régi és az új GT-hez is, mindegyikhez lehet kapni, boltban leütöd, megjön, 140 fontba kerül, tök jó, de itt van. Na most lett egy kis probléma, várjál, meséljünk is róla. Mesélsz róla? Tulajdonképpen nagyon jó, hogy meg kell fordítani. Hogy van padlólemez, csak gyakorlatilag semmi nem stimmel rajta. Tehát nem is hasonlít a eredetire. A ülésrögzítési pontok totál rossz helyen vannak, a bordát is rövidebbre hagyták, csinálták, mint kellett volna. A biztonsági bekötés mutatom. Is 2,5 centiméterrel volt hátrébb, mint kellett volna. Tehát várjál, ez a borda, amiről beszélsz, igaz? Igen, hát ezt ha oda nézzük a másik, az új padlóhoz, akkor mindjárt látjuk is a különbséget, hogy ennek a bordának itt túl kéne érni a ülésrögzítési ponton, ugye mint a régin, hát ez valahogy nem sikerült. Ha itt a ülésint egyik lukra beállítom, akkor a másik kettő fölfogatása teljesen rossz helyen van. Akkor itt volt ugye a biztonsági öv bekötési pont, ez hátrébb volt 2,5 centiméterrel, úgyhogy az egész merevítésestül előrébb kellett rakni. Balázs megjegyezte, hogy lehet, hogy egyszerűbb lett volna, hogyha ő maga itt egy sima darab lemezből készít egy új padlót, mert ezzel már annyi a meló, és nagyon úgy néz ki, hogy ez nem is ugyanattól a beszállítótól jött, mint például az oldalfal meg egyebek. Sokkal pontatlanabb elem, sokkal többe is kerül, és hát igazából egy nagy mellényúlás. És ugye van még egy óriási rejtély ezzel az autóval kapcsolatban. Az, hogyha megnézed, ez volt az eredeti padlója, amiben itt van egy benyomás, ott van egy benyomás, az új padlóban ugyanott nincs benyomás, ugyanott nincs benyomás. Most akkor én mutatom őket így messziről, fölülről, hogy
hát csak nagy vonalakban hasonlítanak egymásra. És a probléma az, hogy az enyém egy 66-os, ez az autó, ez egy 1966-os Giulia Sprint GT. A Giulia Sprint GT-t 66 második felében abba hagyták már, mint a gyártását, és jött a Veloce. Ez biztos, hogy egy Sprint, nem Veloce. Ez a padló, ami benne volt, ezzel a füllel, meg azzal a füllel, ilyen szintén kapható a Classic Alfánál, de ez egy 67 utáni padló. És ez volt benne gyárilag, igaz? Azt mondtad, hogy ez a gyári ponthegesztés. Igen, igen, teljes mértékben mindenhol gyári hegesztésekkel volt fölrakva, úgyhogy ezt már ezt senki nem bolygatta még. Tehát ez az eredeti 1966-os padló, az az elem, amit nem gyártott az Alfa Romeo 1967-ig. Mindenki reflexből rávágja, hogy persze volt ilyen alkatrész keveredés, hogy belerakták a régibe az újat, meg az újba a régit. Ez csak egy irányba működik, hogy az újba beleteszik a régit, mert marad néhány régi elem. De az, hogy a régibe, ebbe az autóba, amit 66-ban állítottak elő, beletegyenek egy 67-es alkatrészt, ahhoz időt kellett volna utazniuk. Ugyanis nem volt még ilyen padló akkor, még hónapokig nem volt, amikor ezt gyártották, hiszen még a Veloce első szériájába is a régi fajta padló ment. Én természetesen a régi fajta padlót rendeltem meg hozzá, helyesen ezt is küldte a Classic Alfa, az más kérdés, hogy milyen a minősége, és közben, miközben már megjött, derült ki, hogy nem, ez bizony nem jó ebbe az autóba. Szóval ez itt egy óriási talány, szerencsétlen Balázs most tényleg órákat szív azzal, hogy átalakítsa ezt a padlót. Ráadásul el kellett kérnem Csátaljáról az üléssíneket. Ezeket most küldte föl Albert István, a kárpitos, mert ezek az üléssínek, ezek határozzák meg azt, hogy hova mennek a lyukak, és most az a problémánk, hogy az üléssínek távolságát se tudjuk, tehát Istvánt most hívtam föl, és nem sokára küldi ezt a pontos távolságot, hogy az a lyuk, meg az a lyuk, meg ez a lyuk ettől a lyuktól milyen távolságra van. Rosszat mutattam, mindez elejét kellett volna mutatnom, kezemben a varázspálca, azaz a kamera. És amíg ezeket nem tudjuk, addig nem lehet kialakítani a lyukakat, hiszen a franc tudja, hogy keskenyebb lesz-e, mint maga az ülés. Hát igen, ez egy probléma. Viszont vannak örömhírek. Megmutatod, Balázs, a tartókat? Persze. Ugye a padlólemezzel együtt kibontásra kerültek az alatta lévő kereszttartó merevítők is. Egy homokszórás után teljes mértékben menthető volt. Kisebb foltozást kellett rajta csinálni, az bontásból adódó sérüléseket kellett kijavítani. Ugye sokszor van, hogy a ponthegesztés olyan helyen majdnem tud lefúrni, hanem csak csiszolással vagy roncsolással tud bontani, és akkor a fülön kellett itt pótolni egy darabot, meg itt egy folyamatos varrattal volt hozzáhegesztve a hát minek nevezzük kardán alagút hoz a kereszttartó, és akkor ugye azt csak elvágni tudtam. Ezáltal ugye bele kellett vágnom a kereszttartó anyagába, és de hát ez ki lett javítva. De azért ez meglepő, nem, hogy ez egy Alfa Romeo, amiről erre mindenki azt mondja, hogy borzasztóan rohad, láthatóan elég sokat használták, tehát ebben kilométer is van, és hogy az eredeti elem az még megvan rajta, és igazából nincs szétmálva, de különben a hátsó futómű bekötő elemek se voltak szétmálva, ezek, ebből itt kettő van, és hogyha megnézed, akkor itt még az egyik hoztartóból megvan előrefelé, ugye le kellett vágni a padló miatt a füleit, egy részben, de nézd meg, hogy ez teljesen épp. Tehát, hogy igazából ez az autó továbbra is azt mondom, hogy nem volt szörnyűségesen megrohadva, inkább az van, hogy a klasszikus Alfa rögzítési pontok, az A-oszlop, B-oszlop alja, középső küszöb, egyéb merevítések azok voltak széjjel dőlve rajta, de különben, hát még mindig azt mondom, hogy nagyon sok megmaradt belőle eredetiben, hiszen az első padló kompletten, csak a sarkaik lettek kijavítva, kardánalagú, tűzfal, stb. Ezek mind maradnak, oszlopok nagy része. Ja, hát ezt meg akartam mindenképpen mutatni, mert most folyik a munka, és hát most Balázson van a világ szeme, mert ugye ő néha előveszi ezt az autót egy hétre, és akkor tényleg, mint a Motorola úgy dolgozik rajta, tehát akkor kurva, már bocsánat, nagyon nagy előrelépések vannak, csak most ugye akadunk a méretekkel. Egyébként azt megjegyezném, hogy párhuzamosan közben csináltam egy 155-ös Alfát, ami jóval fiatalabb autó, de sokkal rosszabb állapotban volt, mint ez. Úgyhogy tényleg meglepő, hogy
bizonyos elemek milyen szinten menthetőek. Tényleg az a 155-ös már ki is ment innen? Vagy most van még egy homokszóráson? Kint van az udvaron egyenlőre letakarva, a tanulósrác a Márk fogja folytatni. Igen, mert a múltkor óta óriási előrelépés történt, mert hányan voltatok? Azt hiszem a Csaba feleségével együtt voltatok négyen, de ketten voltatok aktív dolgozók. Igen, igen. És most lettünk rögtön öttel többen, úgyhogy... De most lett ember a CVH-ban, és nagyon folyik is a munka, nézzétek meg. Most több autó is van bent, mint eddig volt, de hát egyfolytában csúcsra van járatva a futóműves pad, Zsolti ott ül gondterhelten valami. Ugye Zsolti, innen nem látom, de ellenfényben van, meg én messzire nem látok, de még nem is köszöntem neki. Zsolti ott ül gondterhelten a mérések előtt, itt egy V12-es Bálna Merci, volt itt egy Z3-as BMW is, meg egy Z4-es is, azok is. Aha, tehát, hogy nagy üzemben elkezdett működni a CVH-nek, nagyon örülök, és most meg elköszönök tőletek tényleg véglegesen, mert a következő adásban megnézzük majd, hogy hogyan néz ki a beépített padló és egyebek, az majd nem tudom mikor lesz, ez feltehetőleg egy hónap múlva megy ki ez az adás, mert addig még jön a Millemíjáról beszámoló, és azt követően jön az Alfa Romeo. Köszönjük szépen Balázsnak, köszönöm nektek, hogy megnéztétek. Iratkozzatok föl a speedzone.hu-ra, a Speedzone YouTube csatornájára, és olvassátok az Olvastárt, és van Instagramunk, meg TikTokunk, meg minden szírszar, arra is iratkozzatok föl. Cső! Sziasztok!